Egy rendes római katolikus, aki a megváltás fényében tündököl, eljár a templomba, pedig a templomba járásról szó sem esik a Bibliában. A templomi misén, amely a Bibliában egy ismeretlen fogalom, és ahol 90 decibel hangerőn szól az orgona, ahol egy csodálatos jelmezbe öltözött lelki pásztor, a Biblia semmiféle öltözéket sem ír elő. A hívők a Szentírásból olvas fel, amely gyakorlat szintén nem része a Bibliának. Miután a jó katolikus a templomban különböző szentekhez és Máriához is imádkozik, ami a Biblia számára ismeretlen, és ugyanebben a templomban megkeresztelteti a gyermekét csecsemőként. A Biblia maga a csecsemő keresztelést nem is említi, valamint pazar komerciális keretek között ünnepli a karácsonyt, ami a Bibliában még csak nem is ünnep.